Gyerekek, van egy jó hírem, se egy rossz. Kezdem a jóval. Sikerült szétszednem mind a két húzófáját, vagy kardanházat, vagy differenciát, minek akarjátok hívni. És itt van, tehát már kis cseréltem. Ezt a torcsot használtam, ezt a gázos propén melegítőt, hogy meglángozzam itt körbe a házat. Meglángoztam, s ki tudtam húzni ezt a részt, ugye, mert ez pont már a másikból könnyen kijött. Kihúztam és bele és nyomtam ide, ügyesen belé taszítottam és megszorult, ahogy leült. És akkor mind a ebből is csavarokat leszettem. Óvatosan csavarhúzóval ezt a belét kifeszítettem. Úgyhogy ez a kettő a régi. Mind a két fogszám ugyanaz, 11 fog és 32 fog. Tehát azonos tulajdonképpen a bele. A virág 5-35-ösnek, a V-Star 6-50-esnek, a különbség a házzal van, azért kellett kicserélni, mert a felfogatás nem talál. Na, úgyhogy az a régiek, azok megmaradtak, ezt majd lehet elviszem, hogyha tudok keríteni. A kommentet, ki is valaki kommentet mondta, hogy jó lenne ezt a cimborák egy esztergályossal, heggesztővel, hogy ilyen projektekbe kisegítsen, persze az fasza lenne, szét kell majd nézzek. És lehet ezt elviszem oda, megpróbálom, hogy töltsék felhegesztéssel, és esztergálják újból a vájatokat, viszek egy új, az új ízét, amit vettem, hogy az alapján tudjak lemérni, ugye, hogy passzítsák össze. Úgyhogy ennek nagyon örvendek, most ezt csavarom ide be, ez nem az övé, ezt abból szedtem ki, tehát végül is ugyanaz. De nem, az övét csavarom vissza, hogy passzoljon. És ezt egyelőre csak úgy visszaborítom, és a csavarokat visszateszem. Hogy legyen minden egybe. És hát ma már nem dobom fel a hájra, mert kezd sötét lenni, és egy-egy szűnyög is megcsipett ma. Habár a szűnyögök eléggé el vannak ülve mostanában már, hogy egy hűvösebb van éjszaka. Na, úgyhogy hónap reggeliben helyre dobom. És a másik motorról még nem juttam. Ugye az előző videót láttátok, szétszedtem a karburátort. Itt van, megragasztottam, most teljesen bevontam epoxival itt körbe. Az alján is, ahol lyuk volt. Persze ez csak ideiglenes megoldás kell, egy új csonkot vegyek, de nem ilyen gumist, hanem egyet, ami fényből van. Vagy valami ötvözetből, akármiből. Alamónium, vagy mit tudom én. És néztem a fórumokon közben, és azt ajánlják a szakik. Van egy fórum direkt ezeknek a kínai motoroknak, China Riders.net, mintha. Még én is posztoltam egyszer, emlékszem, mikor a motort megvettem, hogy kell beíratni, a Vermontba kellett beírassam, mert nem volt itt törzskönyvezve Floridába. Na mindegy, ez egy másik sztori. De a szakik ott azt ajánlják, hogy vegyed a Mikunit, vegyed a 30 mm-es Mikunit, vessed le ezt a szart, ezt a PZ27-es, mert szarfos. Na, úgyhogy veszem eBay-ről $35. Aki az előbb kommentelt, hogy amit rá költöttél, ma vehetnél egy új szönyögöt belőle. Hát nem vehetnék, mit költöttem rá, nem költöttem rá semmit. $200-ért vettem két egész motorbiciklit. És ja, még reakültöttem még, vagy két, még, vagy beiratás, ugye, az egy 100-as, még reakültöttem, vagy $200, ugye új gumik, meg ez az. Hát még annyit se, csak 100-150-et. Na, de hát ez azzal, ezzel jár. Veszek rá jó karburátort, $35, és szívócsonkot $10, probléma meg van oldódva. Az a helyzet ezekkel, hogy egy kicsit ilyen gagyik, hiába veszek egy másikot, hát újat nem érdemes venni, mert $1500-2000. Egy használatot vehetnék $600-800-ért, de hát ugyanott vagyok, az be kell írassam, azt meg kell bütyfiák rajta, és majd azon is ki kell cseréljem a karburátort. Úgyhogy, ja, ne figyeljetek, tudja az öreg, hogy mit csinál. Még a közben nem is úgy látszik. Na, de próbáltam egyet a karburátorról, hogy már azt is meséljem el.
ide hájra bigyeztettem most szivótorok nélkül, csak leököttem a benzinslagot, ugye a gázoló kábelt, a harangot, hogy hájra tegyem. De amikor szét volt szedve, egyet próbáltam. Tehát beléfújtam a benzinslagba, és kézzel felnyomtam az úszót, és a tű elzárja, tehát nem tudsz keresztül fújni rajta. Úgyhogy nem ott van a baj, nem az úszó nem likas, a tű jó zár. De akkor mi a franc a baj? Mert ha az úszó nem likas, meg a tű jó zár, mikor felnyomod az úszót, akkor egyéb gond nem lehet. Mi lehet? Akkor esetleg valahol, az lehet mondjuk valahol más, valahol dugulás van a karburátorba. Na mindegy, ki kell szedjem, beáztassam benzinbe, kimossam, és kifújjam kompresszorról. Hónap reggel azt megcsinálom, de ma este már megrendelem az újat, a Mikunit. Ja, már azt mondja mindenki, ott a China Riders-en a szakik azt mondják, hogy az XR 200-ason, amelyik ő más óta kezd, azon is a Mikuni 30 mm-es út. Úgyhogy, ja, de hát tudtam én azt már ugye beüttem miben, hogy Honda XR 200 karburátors, egyből azt dobta ki 30 mm-es Mikunit, úgyhogy tudtam, csak kellett a konfirmálás, most megkaptam a konfirmálást. Na jó. Szép borús nap volt, ma jó volt, kár, hogy nem volt idő egyebekre füvet vágni, meg ilyesmi pakolni, rendet csinálni, de ugye prioritások, előbb a motokot rendbe kell szedni, a billencset, és akkor majd utána lesz idő, jövő júniusig még jönnek az esők, lesz idő eleget ültetni, meg füvet vágni, meg rendet csinálni, meg építeni. Na, amint megvan a hidraulikus pompa, visszaszereltem, és nem folyik, melyek a bányába, folytatom itt a házfeltöltést, állok neki tornácot építeni, most bejött egy kicsi pénz, ugye az utóbbi hetekben megnyomtam a munkát, hogy lesz pénz a tornácot befejezni. A terveket be kell fejezzük, ők kell e-mailt küldjek a tervező mérnökömnek. Na, ennyi volt már a gyerekek, szerelős nap volt. Örvendek, már jó haladtam, viszonylag simán mentek a dolgok. Ja, össze kell szedjem a szerszámokat, minden cuccokat oda berakjak, a barássi most nem lesz. Ez a fasz a száraz szezonban, hogy ja, hagyhatsz kint bármit, mert eső nincs, még harmad sincs, reggel ma kijöttem 7 óra felé, és olyan száraz volt minden. Mi szokott olyan száraz lenni? A Péva, vagy a Pozdória, vagy valami ilyesmi. Szokták mondani, emlékszem az öregek, olyan száraz, mint a Pozdória. Na, azt se tudom, az is mit jelent. Na! Egyet még akartuk egy gyönyörködni, meg sem mutattam így fullosba az ajtót. Ugye most nincs becsukva egy kicsit csárral, de... Ja, jó néz ki, tetszik. Két oldalt is ügyesen megmagasítsuk, még egy lábból. És tiszta fasza lesz. Be kell üzemeljem ezt az öntöző fejet is. Na jó, menjek, már setét van mindjárt. Na legyen egy szép hetetek, gyerekek. Pa.